A holdraszállás az emberiség történelmének egyik legnagyobb teljesítménye. Mégis valamiért úgy érzem, hogy nem beszélünk róla eleget. Persze mindenki ismeri Neil Armstrongék legelső holdraszállását. De sokan nem is tudják, hogy már 6 különböző alkalommal voltunk ott, és vittünk már fel autókat is. Nézzük meg közösen ezeket a kevésbé ismert holdfelvételeket, mert szerintem lenyűgözőek, és szeretném, hogy minél többen lássátok. A legnagyobb holdőrület a 60-as években volt, amikor az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió versenyzett, hogy ki fogja előbb meghódítani. Több tucat különböző missziót küldtek oda. Persze eleinte emberek nélkül, csak űrszondákat lőttek fel. És nagyon úgy tűnt, hogy a szovjetek fogják megnyerni ezt a versenyt. Mert sok más úttörő esemény mellett ők tudtak először leszállni a holdra. Egy ilyen gépezettel. Ez készítette el a legelső fotót a felszínéről. Viszont a verseny folytatódott tovább, és az a helyzet, hogy Amerika beelőzte a szovjeteket. 3 évvel a szovjet űrszonda után már amerikai emberek álltak a hold felszínén. És ez azóta is csak az amerikaiaknak sikerült. 6 különböző alkalommal 12 ember járt eddig a holdon. Nézzük meg egyesével, hogy melyik küldetés miről szólt pontosan, és a milyen felvételek készültek ott. Minden fotó és videó, amit bevágok, a hivatalos NASA gyűjteményből van, úgyhogy nem használok fel semmilyen jelenetet mozifilmekből. Minden felvétel valódi. Nézzük. Apollo 11. A történelmünk egyik legfontosabb eseménye. Minden pillanat a legendás. Viszont még itt is találtam sok érdekes infót, amit szerintem kevesen ismernek. Például, hogy mikor Neil Armstrong és Buzz Aldrin leszálltak a holdra a holdkompjukkal, 6,5 órán keresztül még ott ültek, mire végigmentek az összes ellenőrzésen és felkészültek a hold sétára. Maga a séta 2,5 óráig tartott. Ez alatt különféle tudományos kísérleteket végeztek, mintákat vettek, kutatóeszközöket helyeztek le a hold felszínére, és persze felállítottak egy amerikai zászlót is. Itt láthatjátok felgyorsítva az egész folyamatot, és azt is, ahogy utána elkészül ez az ikonikus fotó. A holdséta után visszamásztak a holdkomba, és aludtak ott egyet. Legalábbis próbáltak. Armstrong beszámolója szerint konkrétan semmit nem tudott aludni. Ami nem is meglepő, mivel biztonsági okokból még az űrruhájukat sem vehették le. És ahogy látjátok, a holdkomb belseje nem igazán alvásra van kitalálva. Összesen 21,5 órát töltöttek el a hold felszínén, majd ezután a holdkompjukkal fellőtték magukat vissza az űrhajójukba. Erről a fellövésről most még itt nincs felvétel, de a többi missziónál majd lesz. Arról viszont van, ahogy a parancsnoki űrhajóban várakozó Michael Collins asztronauta lefilmezte a holdkompot, ahogy visszatér az űrhajóhoz. Ez volt a legelső misszió, amit mindenki ismer. De menjünk tovább, mert csupán 4 hónappal később újra embert küldtünk a holdra. Apollo 12. Ez a misszió nagyon hasonlít az előzőre, viszont volt egy dolog, amiben szerettek volna fejlődni. A pontos leérkezésben. Armstrongék 6 kilométerrel odébb szálltak le, mint ahogy tervezték. Az Apollo 12 viszont kitűzte céljául, hogy sokkal pontosabbak lesznek, és konkrétan a Surveyor 3 űrszonda mellé fognak leszállni, ami 2 évvel előtte landolt sikeresen a Holdon. Szerintem állati menő ez a terv. A saját szemükkel akarták látni, hogy valóban ott van-e az űrszonda. És szerintetek sikerült? Megtalálták a Hold óriási felszínén ezt az űrszondát? Igen! Ez a fotó szerintem hihetetlen, és biztos vagyok benne, hogy a legtöbben sosem láttátok. Őszintén eddig én sem. Itt Pete Conrad asztronauta pózol a Surveyor 3 űrszondával, és mögötte látszódik a saját holdkompjuk, ami bebizonyítja, hogy sikeres volt a pontos leérkezés, csupán 160 métert kellett sétálniuk hozzá. Ők összesen 31 órát voltak a holdon, és ez alatt 2 darab kb. 4 órás holdsétát hajtottak végre. Szintén vettek mindenből mintát, és leraktak tudományos eszközöket, amik vizsgálják a hold atmoszféráját, mágnesességét, belső mozgását és a napszelet. Apollo 14. Az első 2 misszió a hold lapos területeire szállt le, ezek a sötétebb foltok a felszínén. Az Apollo 14 viszont megcélozta a hold magasabb területeit, amik sokkal kráteresebbek és egyenletlenebbek, emiatt a leszállás is veszélyesebb. Viszont a kutatók szerint itt más típusú régebbi kőzetekből áll össze a hold, emiatt fontos volt, hogy innen is tudjanak mintát venni. Ennél a missziónál járták be az addigi legnagyobb távot az asztronauták, és itt használták először a moduláris felszerelés hordozójukat, ami gyakorlatilag egy űrtalicska volt. Viszont miatta tudtak ilyen nagy távokat megtenni sok felszereléssel, úgyhogy nagyon hasznosnak bizonyult. És ez a küldetés sporttörténelmet is írt, mivel Alan Shepard asztronauta felvitte oda a kedvenc hobbiát, a golfot. És bár az űrruha miatt egy elég ügyetlen egykezes mozdulattal, de elütött 2 golflabdát, amivel ez az első és azóta egyetlen sport, amit játszottak a holdon. Ezután visszaszálltak a holdkomba, és most már videón is látszik, ahogy fellőtték magukat a parancsnoki űrhajóba, majd sikeresen hazatértek a földre. Apollo 15. Szerintem ez az egyik legmenőbb hold misszió. Bár bevallom, az összes elég jó.
Itt viszont rengeteg újítás volt. Átalakították a rakétát, hogy több mindent felvihessenek az űrbe, és emiatt most először egy autót is le tudtak rakni a Hold felszínére. Ráadásul most a holdi Appennin-hegység lábánál szálltak le, így a táj is még mesebelibb volt. Az autóval hatalmas területet be tudtak járni, és közben szerintem talán a legelképesztőbb holdfelvételeket is elkészítették. Most nézzétek meg ezt az autóra szerelt kamerás felvételt. Teljesen hihetetlen. És a felszállások is nagyon jól fel lett véve. Látszódnak a porban a láb és keréknyomok, és ahogy mindjárt lefordul a kamera, még a Holdcomp leszálló egységét is láthatjuk, ami azóta is ugyanott áll a Hold felszínén. Apollo 16. Ez a misszió is nagyon hasonlított az előzőhöz. Ugyanúgy hosszabb ideig tudtak a Holdon maradni, vittek autót, és rengeteg mintát gyűjtöttek. Közben pedig elkészítették ezeket a hihetetlen felvételeket arról, ahogy a holdjáróval farolgatnak össze-vissza. Szerintem talán ez a videó adja át a legjobban, hogy milyen élmény lehetett a Hold felszínén lenni. Az asztronauták pedig megtapasztalták, hogy a Hold gravitációja nagyjából egyhatoda a Földének, emiatt teljesen más élmény itt elesni. És hát nem valami egyszerű felkelni. Apollo 17. Utoljára ezen a misszión 1972-ben járt ember a Holdon. Itt rengeteg rekordot megdöntöttek. Ez volt a leghosszabb Hold misszió. Mindenkinél többet 22 órát sétáltak a Hold felszínén. A holdjáróval pedig több mint 7 km távolságra is elautóztak a Holdcomptól, amilyen messze addig egyetlen asztronauta sem merészkedett. És mindeközben a jókedvük is megmaradt. Az első holdra lépést mindannyian ismerjük, de nézzétek, ezen a felvételen látszódnak az utolsó emberi léptek a Holdon. Egy automata kamerával pedig felvették azt is, ahogy kilövik magukat, és felrepülnek a Hold felszínéről. És itt tartunk most. 6 különböző misszión 12 ember járt a Holdon. Viszont azóta több mint 50 éve senki sem. Jogosan felmerül a kérdés, hogy miért nem? A válasz erre elég bonyolult, főleg pénzügyi és politikai okai vannak. De leegyszerűsítve, a 60-as években olyan erős volt az űrverseny az amerikaiak és a szovjetek közt, hogy nem számított a pénz. Mindent beletettek csak, hogy ők nyerjenek. Viszont most már, hogy nincs verseny, egyszerűen nem éri meg ennyi pénzt rákölteni csupán a tudományos kutatások miatt. Egyedül akkor érné meg újra felmennünk, ha már nem csak egy-egy missziót terveznénk, hanem konkrétan kiépítenénk egy hosszú távú holdbázist ott fent. És az a helyzet, hogy a NASA jelenlegi Artemis programjának pontosan ez a célja. És azt tervezik, hogy a következő években embert fognak újra küldeni a Holdra. És képzeljétek csak el, hogy milyen hihetetlen felvételek fognak készülni ott, hiszen az elmúlt 50 évben elég sokat fejlődtek a kamerák. Alig várom, hogy abból is készíthessek majd nektek egy videót. Remélem, hogy számotokra is érdekesek voltak ezek a kevésbé ismert holdfelvételek. Ha van javaslatotok, hogy milyen témakörről készülhetne egy Markopédia rész, írjátok le kommentben. Köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!